Rendhagyó módon kezdődött a Fátum Nyíregyháza szerda délelőtti edzése, a kupagyőztes csapat játékosait és szakmai stábját köszöntötte Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, aki egyben a Magyar Röplabda Szövetség elnöke is. A budapesti Ludovika arénában megrendezett négyes döntőben a nyíregyháziak előbb kétszertes hátrányból fordítva 3-2-re legyőzték az Újpestet, majd a fináléban 3-0-ra múlták felül a Békés Csabát. Ezzel a nyíregyházi női csapat 9. magyar kupa győzelmét szerezte meg, és az örök ranglistán a 13-szoros győztes Vasas és a 12-szeres első Újpest mögé felzárkózott a harmadik helyre. Nagyon nagy eredmény, hiszen a magyar női röplabda színvonala nagyon sokat emelkedett az elmúlt években, és ennek az értékét, hogy az elmúlt 4 évben döntőben volt a Nyíregyháza, és 3-szor nyert a magyar kupa döntőjében, ezt nagyon megemeli. És hát ugye még zajlik a bajnokság, a döntőbe jutásért kezdik a meccseket vasárnap a Vasas ellen, aki ellen tavaly kikaptunk a Magyar Kupa döntőjében, úgyhogy azért is gondoltuk, hogy egy gyors köszöntést itt elismerés, mert nem szabad elmenni egy ilyen nagyszerű eredmény mellett, de a legnagyobb ünnepséget majd a bajnokság végén szeretnénk. Németh Szabolcs már tavaly is tagja volt a nyíregyházi szakmai stábnak, vezetőedzőként pedig első szezonjában kupagyőztes csapatot irányíthatott. Véleménye szerint az elődöntőben elveszített 2 szett is kellett ahhoz, hogy a folytatásban majd a döntőben is eredményesen röplabdázzanak a nyíregyháziak. Nagyon felkészültünk a Békés Csabából. Egyáltalán nem volt sima, tehát az az első 2 szett is bizonyítja, hogy 18-nál tudtunk, 18-ig mi üldöztük őket, és 18-nál tudtunk ellépni tőlük, és onnantól persze már kontrolláltuk és zsebbe tartottuk a szetteket, de addig ugyanúgy a Békés Csaba is irányított. Megpróbáltunk taktikailag belőlük nagyon felkészülni, kivenni 1-2 játékost a csapatukból, akik tényleg olyan pont erősek és meghatározóak. Én úgy gondolom így utólag még inkább, hogy ez sikerült. A nyíregyháziak liberója, Tóth Fruzsina abban látta a győzelem zálogát, hogy valamennyi játékos alárendelte egyéni ambícióit a csapat érdekének. Én úgy gondolom, hogy tényleg egy csapatként működünk, és nincsenek egyéni játékosok a csapatban, hanem tényleg összefogunk együtt, és így nyerünk meg minden egyes mérkőzést. A Fátum Nyíregyháza vasárnap az Extraliga elődöntőjének első meccsén a Vasas Óbudát fogadja. A párharc 3 nyert mérkőzésig tart. A másik ágon a Békés Csaba és a Kaposvár küzd a döntőbe jutásért.